A közöttünk a folyó című regény abban az időben játszódik, amikor az első fehér telepesek megjelennek Kenyában. A gikujuk egy része, az új vallás híve lesz, mások ragaszkodnak az ősi szokásokhoz és varázslatokhoz. A közösség szava, a család ereje meghatározza a fiatalok döntéseit, de vajon boldogságra találhat-e ezzel szemben egy lány, a megtérített Józsué lánya és az iskolákat építő vajaki, egy látó fia. Jóngó regényének magyar kiadását Lázár Júlia szerkesztette belebeszélgetünk erről a nagyon szép történetről. Azért lett a címek közöttünk a folyó, mert ez a bizonyos folyó, a Honia folyó két domb között folyik, és a helyiek számára rettenetesen fontos a szertartásaik helyszíne, az élet, életvize, valamiféle szentséget jelképez, az őseikre emlékezteti őket. A folyó egyik oldalán Őrzik a hagyományokat, a másik oldalán pedig átveszik a közben megérkező, betörő, fehér ember szokásait és vallását, és akkor ez a két tábor szembe kerül egymással, így kerülnek a gyerekeik is potenciálisan konfliktusba egymással, de legalábbis sokkal nehezebben kommunikálhatnak, és ezt az egészet próbálja nagyon szépen balladisztikus stílusban elmagyarázni ez a regény, hogy hogyan ütközik egymással a régi és az új, a kereszténység és a pogányság. Nagyon-nagyon izgalmas, ahogyan szálazódik a történet. Mindig föltűnik Nairobi. Oda mehetnek el tanulni a gyerekek, ott van a misszió. A misszió iskolákat hoz létre, és Józsué, aki hitt a fehér embernek, és a misszión dolgozik, segít azokat a gyerekeket tanítani, akik őt követik. Ugyanakkor a regény másik szála, a másik tábor, az úgynevezett látó leszármazottja, válja ki, aki szintén a fehér emberi iskolájába jár először, az apja iratja be oda, de csak azért, mert bölcsember, és azt mondja, hogy a fehér emberrel csak akkor harcolhatsz, ha előbb tökéletesen megismered. Úgyhogy Vajakinak meg kell ismernie a fehér embert, majd hazamennie a folyó túloldalára, és ott megalapítania a saját iskoláit. El is kezdi, gyerekeket tanít, jól csinálja, Szívesen járnak hozzá, de hát az egész szembenállás nagyon-nagyon nehéz, hiszen egy viszonylag szűk tér azért ez az egész, hiába választja el őket a folyó, és azok szegülnek szembe egymással, akik együtt verekedtek gyerekkorukban. És ott vannak az ősi szertartások, a szertartások egyike elég szörnyű, mert ez a körülmetélés, ami nem csak a fiúkat érinti, hanem a lányokat is, és az érzéstelenítés az körülbelül annyiból áll, hogy előtte meg utána megmártoznak a folyó hideg és ha valaki nem éli túl, mert elfertőződik a sepp, hát akkor az isteneik úgy akarták. És az az érdekes, hogy a keresztény hitretért Józsué egyik lánya megszökik és alá akarja vetni magát ennek a szertartásnak, mert ő hisz abban, hogy, hogy az ősei, istenei így akarták, és ő, ő belőle így lesz igazi nő. Ez egy nagyon zárt közeg, annak ellenére, hogy a gikujuk, hát legalábbis ma már 7 millióan vannak, 7 millió ember beszélje a gikujú nyelvet, Kenya lakossága pedig 44 millió, tehát itt nagyon-nagyon sok emberről van szó, akik követik a maguk és isteneit, és közben küzdenek a fehér emberrel, mert, mert a fehér ember nem csak a vallását hozza, hanem rögtön adót is vet ki, meg elveszi a földeket, és elő akarja írni, hogy hogyan éljenek azok az emberek, akiknek a, a földjére ő betévet. Vagy aki miért lesz ellenség? Azért érdekes ez a könyv, mert nagyon emberi hogy messze nem csak kenyáról szól, hanem arról, hogy, hogy emberek egymással hogyan viselkednek, Vajakinak ott a két barátja, és az egyik nagyon féltékeny lesz rá, hogy miért nem ő kapja a vezér szerepet. Pedig Vajaki nem akar vezér lenni. Vajakinak esze ágában sincs vezérnek lenni, csak a régi legenda szerint, és az apja elbeszélése szerint neki kell vállalnia azt a szerepet, hogy vezeti a népét. És akkor a barátja, a volt barátja, akivel együtt gyerekeskedett, hangulatot kelt ellene. A másik fele pedig a konfliktusnak az, hogy természetesen beleszeret Józsuénak a másik lányába, Nyamburába, aki keresztény hitre tért, éppen ezért neki a törzs egyszerű tagjaként sem volna szabad egy keresztény lányba beleszeretnie, hát még a törzs vezetőjeként. Egyébként nem tudjuk szerencsére, hogy mi lesz a történet vége, de van némi lincs hangulat is ott a regény vége felé, szóval azt nem tudjuk, hogy végül is nem esik-e mégis valami bajuk fontos beszélnünk a szerzőről, ugye ő a saját népének a történetét írja meg, és ugye az ő élete is elég kalandos volt, míg ő íróvá lett. Nagyon kalandos, ő 1938-ban született, tehát már nem fiatal. Ezt a regényt 1965-ben írta. Az utóbbi években folyamatosan jelölik Nobel-díjra, és mindig az első kettő-háromban benne van, de talán azért nem kapja meg, mert élete közepén úgy döntött, hogy a továbbiakban nem ír angol nyelven. Na most, hogy miért nem? Ő járt helyi iskolába, de aztán járt a Fehér ember iskolájába is. A Nairobi Egyetemen tanult, majd az Angliai Leeds-ben végezte el az egyetemet, aztán hazament, és a Nairobi Egyetemen kezdett tanítani újságot szerkesztett, színdarabot írt, nagyon sok mindent csinált, de hát előbb-utóbb összeütközésbe került a hatalommal, és az egyik színdarabja után az akkor formálódó és diktatúrát kiépíteni akaró kormány börtönbe zárta, és akkor ott a börtönben WC papírra írta meg az első gikujú nyelvű regényét. Azért döntött a gikujú nyelv mellett, mert félt attól, hogy a saját könyveit nem tudja a népe elolvasni, hiszen ő is a büszkeség és balítéleten nőtt fel a missziós iskolában, és azt akarta, hogy legyen a gikujú embereknek gikujú nyelven hozzáférhető irodalma. Igen ám, csak hogy előállt az az aprócska probléma, hogy hiába írt új nyelven, ha a népe nagy része írás tudatlan volt. Hát. És akkor kialakult a felolvasó műfaja, úgyhogy kocsmákban egy-egy sörért olvasták fel Vácsiongó regényét, és így is igen népszerű lett. Közöttünk a folyó Engugi Watyongó regényét a Tarantusz kiadó jelentette meg.